Köszöntöm a kulturális magazinunk nézőit! 3 évtized telt el azóta, hogy egy csoport szülő karonülős kisbabájával belekezdett a ringató módszerbe, mely a Kodály módszer kicsikre kidolgozott változata. Azóta határokon túl is ismerik és használják a módszert, melyet Gró Ilona fejlesztett ki. A ringató most hazajött Szekszárdra. Gyülekeznek a gyerekek és a szüleik a ringató csalogatóinak hangjaira. Szépen lassan megtelik várakozókkal a tér. Biztosra jönnek, javarészük visszatérő vendég a játszóban, amit majd 30 esztendővel ezelőtt indított útjára Gálné Gró Ilona. Azóta a nemzedékek nőttek föl, s ma már olyan nagymamák is jönnek az unokákkal és a lányukkal, akik hajdanán az első alkalmakat is közösen élték meg. Gálné Gró Ilona akkor még az I.S. Gyula tanítóképző főiskola tanára volt, amikor az ötlet megfogant. Mi indította ezt el? Nem egyéb, mint az, hogy én akkor leendő óvónőket tanítottam a főiskolán, és zeneóvodásokkal is foglalkoztam közben. És az egyik anyuka, akinek a kisgyereke oda járt az én zeneóvodás csoportomba, kérdezte, hogy kisebb gyerekeket hozhat-e a zeneóviba, és mondtam, hogy hát itt óvodások vannak, tudnak körbejárni, tudnak, nagyon sok mindent tudnak, és az egy évessel ott azért nem tudunk mit kezdeni. És akkor azért így bogarat tett a fülembe ez a kérdés, mert a Kodály szavaira gondolok, hogy nagyon korán kell kezdeni a zenei nevelést a születéstől, vagy még korábban, akkor ugyan hogy lehet? És akkor úgy logikusan jött a válasz, hogy akkor a szülőket lehet valamilyen módon megnyerni, vagy befolyásolni egyfajta értékrendnek, a saját megszállottságomnak, ami a tanítást, az ének tanítást jelentette, és akkor azt mondtam az anyukának, hogy jó, akkor jöjjünk össze, hozz el néhány ismerősödet, akinek kisbabája van, és így kezdődött. És ahogy a jó ötletekkel lenni szokott, elindult egy páratlan fejlődési folyamat. Ma szerte a Kárpát-medencében és Európa több országában is működik a ringató. Egyet tudtam, hogy én ezt nagyon szeretem tanítani, nagyon szeretem csinálni. Azt éreztem, hogy a lyukas órában, amikor átszaladok a kollégiumba arra a kis időre, amíg találkozom az anyukákkal, hogy az a helyzet az valami különleges és nagyon jó, és úgy elképzeltem, hogy én mit szeretnék nekik átadni. Az, hogy ez mekkorára fog nőni, a legmerészebb álmaimban sem fordult meg a fejemben. Ami változatlan volt a hosszú évek alatt, az, hogy én ezt nagyon szerettem, és hogy valami haladjon, én azt gondolom, ahhoz kell szeretni. Azt gondolom, hogy kell szeretni, és így visszagondolva meg sokszor már így a riportok kapcsán és saját munkámat átgondolom a kérdések után. Én azt gondolom, hogy ez volt az állandó, hogy szerettem csinálni, nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek mutatni jót, amitől jobb lesz valaki másnak is. Éreztem, hogy taníthatóvá válik az, amit én elkezdtem valamikor Szekszárdon, és szeretném, hogy más is úgy örüljön ennek, ahogy én örültem, hogy ezt hogy lehet csinálni. És most 118 kolléganőm van, tanítványom van, országszerte, meg a határainkon túl is, a Kárpát-medencében körbe-körbe összetartja a ringató, a közös éneklés összetartja a magyar családokat a határainkon túl is, távolabbi európai országokban is. Én azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon erős szakmai háttere, mert kiváló emberekkel, kiváló kolléganőkkel dolgozom, jó zenészek, jó emberek, karizmatikus emberek, akik közösséget tudnak építeni, maguk köré tudják gyűjteni énekléssel is, és a játékkal és a kisugárzásukkal, a felkészültségükkel a szülőket. Azok a gyerekek, akik ebben a közegben nőnek föl, később is közel maradnak a népzenéhez. A szekszárdi ringatós gyerekek jelentős része később a Bartinában is szerepel. Ugye nálam pont fordító volt, én a Bartinában táncoltam 22 évet, és amikor abba hagytam, iszonyatosan hiányzott az a környezet, a muzsika, a tánc, a mozgás, a közösség, és ezért is nagyon örültem annak, hogy
ringató foglalkozásvezető lehetek, mert ezáltal újra közel vagyok a zenéhez, közel vagyok a közösséghez, és egy kisbabákkal együtt dolgozni szerintem fantasztikus dolog. Számtalan játékot játszunk a foglalkozáson, ismerkedik a zenével, hallja a ritmikus játékokat, a dalokat, tanulgatja az anyukával együtt, és hogy látszik is szépen hétről hétre, hogy egyre inkább értik, és felismerik a játékokat, a dalokat. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagy előny, ha utána a szülő Bartinás gyermeknek szeretné beiratni. Az embernek van egy pici kötődése, füle a muzsikára, az egész életünkben nagyon meghatározó lehet, akár mondjuk egy párválasztásnál, hogyha a fiú fel tudja kérni a lány táncolni, az már nagy előny jelent a lányoknál. Tehát azt gondolom, hogy az életünk folyamán nagyon hasznos az, hogyha van egy pici kötődésünk a zenéhez, hiszen számtalan dologgal gazdagodhatunk ezáltal. Az elvek maradtak, a gondolat, tehát nagyon sok minden maradt. Az az értékrend, az maradt, és ez nekem mind Kodály adott útmutatásokat. Aki szereti a betűt és szereti a képzőművészetet, feltétlenül látogasson el a Vármegyeháza kiállító termébe, ahol Vince Erika tipográfus kaligráfiáiba gyönyörködhet. A képzőművészeti alkotásként is beélő írásképek a régi korokban egészen más szerepet kaptak az emberiség életében, mint manapság, és a számítástechnika kézírást háttérbe szorító világában már a kézírás jövőjének egyik lehetséges útját is jelölik. A kaligráfiának a díszes kézírást, annak művészi fokú gyakorlását nevezik. A kaligrafikus írás rendezett, szabályos folyó vagy folyamatos zsinórírás. Többféle változata van, jelenleg, ahogyan a kézírás jelentősége is csökkenőben van, ezek is kiveszőben vannak. Az európai kaligráfia gyökerei a görög és római ikonok korában nyúlnak vissza. Ma a kaligráfia sokkal inkább művészet, szemben a régi korokkal, amikor a szerzetesek másolták a díszes bibliákat a könyvnyomtatás előtti időkben. Vince Erika a szekszárdi származású tipográfus, aki beleszeretett a betűk világába, és mesteri módon állít elő műalkotásnak beillő képeket. Ritka alkalom, ha kiállításra kerülnek a képeim, de hiánykultúrnak és fontosnak éreztem, hogy Szekszárdon a szülővárosomban is bemutatásra kerüljenek. A meghívóról pár mondatot. Egy latin szó és idézet is szerepel rajta. Címe Fészit, festők és metszők szokták ezt szót a műveikre, nevük elé jegyezni, magyarul készítette, rajzolta. A mottoja Laudato Tempori Sancti, Horácius Ars Poeticájából, annyi, mint a letűnt kor dicsérője. A kaligráfiák a keleti kultúrában virágoztak igazán. A kínai és a kelet-ázsiai kaligráfia eszköze az ecset, melynek segítségével az írnok szintén folyamatosan tudja a jeleket, főleg rizspapírra vagy sejemre írni. A kaligráfiát ezeken a távol-keleti helyeken igen fontos művészetnek tartják, és része a legkifinomultabb ázsiai festészetnek is. A kaligráfiát vagy folyamatos mozdulatokra épülő szép kézírás például a japán gyerekek iskolában tanulják sok éven keresztül. Része az általános oktatásnak. A Közel-Keleten a muszlimoknál is kedvelik a kaligráfiát, művészi teljesítménynek és az inspiráció szolgálójának tartják. A kézírás része az iszlám filozófiának. Betűinek annyira kerekítem a papíron, amennyire jól érzem magam a világban. Minél kidolgozottabb a betű, annál jobban rendezi a belső állapotokat is. Nem véletlen a keleti kultúrákban az íráskép kultusza, hiszen a kaligrafikus írás más élettempót és szemléletet kíván. Remélem érzik a kézírás és a betűk szeretetét, ami az életem során bátran közelítettem, érezzék, hogy tisztelem az előttem élt alkotókat, úgy mint szkriptorok, kódexíró, Bocskai György, Louis Madarász, Edward Johnson, Mary Angel.
Magának a kaligráfiának a jelentősége igazából nem változott, legfeljebb annyiból, hogy már más a funkciója. Tehát az itt látható képek, képek tulajdonképpen, de ha jó megnézzük, nagyon sok mindent elárulnak. Egyik legfontosabb dolog a betű, a tipográfiának a visszaadása. A másik nagyon fontos dolog, hogy ma már nem úgy közvetít információt, mint mondjuk egy hajdani kódex, hanem inkább magával a formával. Bodoni azt mondta, hogy a szöveg a betű által él, de a betű él és gyönyörködtet önmagába is. Hát ez most itt látható. És még egy nagyon fontos dolog, ami ezen a tipográfiai kiállításon nagyon nyilvánvaló, hogy egy hölgy az, aki ezeket csinálta. Magán az egészen az összhatásán látszik, a finomságán, az érzékenységén, ahogy a hozzááll egy témához, nem is lehetne eltéveszteni. A kézírás önmagában van egy az a régi mondás, hogy az írás a lélek tükre, de hát aki művészi módon használja a kézírását, azok a tipográfusok, akik különböző fogásokat az évszázadok, évezredek alatt kialakult tipográfusi fogásokat megtanulták, azok művészi módon is tudják használni a saját kézírásukat. Így van ez a jelenlegi kiállítónk, Vince Erika tipográfus esetében, aki hát most már hosszú több évtizede hódol ennek a, hát nevezhetjük talán szenvedélynek is, de minden esetre elhivatottan gyakorolja nem csak a szakmáját, hanem kihívásokat keres, új és új kihívásokat, középkori és egyéb előzményeket kutat, és azt próbálja mai módon egy-egy témaköré át transformálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy érdekes, unikális, Tolna megyében teljesen egyértelműen ide sorolható hobbi, szenvedély, aminek egyszerűen helye van a múzeumi kiállításunk a sorában. Ezek az itt látható képek, ezek egyértelműen képzőművészeti alkotások. Tehát ennek most nem olyan funkciója van, hogy egy könyvben jelennek meg, nem olyan funkciója van, hogy magát az információt konkrétan közöljék, hanem az, hogy magának ennek az egész szakmának a szépségét közöljék. Tehát a betűnek, a tipográfiának, meg hát a díszítésnek a szépségét. Hogy mi lesz a kézírás jövője, ma még megmondhatatlan. Lehet, hogy néhány évtized múlva csak kiállításokon, ha még lesznek, nézegetik, hogyan is írtak a mai korok emberei. Lehet, hogy a betű, mint kifejező eszköz szépsége megragadja az akkori embert, és az üzenete, melyet önmagában hordoz, megmarad. Ebben a számítógépes világban én merném azt remélni, merném azt hinni, hogy nem fog kiveszni teljes egészében, tehát ebbe, hogy digitálisan, hogy mindenki csak gépel. Egyszerűen, hát ezt pszichológusok is alá tudják talán támasztani, hogy a magával, a kézírással olyan kifejezési formákat tudnak megtanulni, illetve gyakorolni, akik használják ezt, amit önmagában csak a klaviatúra használatával nem. Tehát azt gondolom, hogy ez ki talán nem fog soha halni, és hát annak az élettani hatásai megint csak azt gondolom, hogy közismerten elősegítik az emberi fejlődést is. Most a mai világban, amikor mindenki már csak telefonon tud SMS-eket küldeni, hogy egyáltalán van-e a kézírásnak jövője, de itt még van, és ebben még van, egyértelműen. Az évad utolsó bemutatójára készül a Szekszárdi Német Színház. A Velence Hóban című végjáték kifinomult humorral nyúl hozzá az idegenek témájához, felhőtlen szórakozást biztosítva a közönség számára. Maradok, de pokollá teszem az estédet, ígéri meg kedvesének Patrícia, mert valójában semmi kedve a régi barátjánál és annak mennyasszonyánál vacsorázni, mivel még csak nem is ismeri őket. A felszínes csevej közben egy szót sem szól, melyből a vendéglátó pár azt a következtetést vonja le, hogy Patrícia külföldi, és ennek megfelelően is bánnak vele. Patrícia örömmel veszi a lapot, és válik számára és a közönség számára is egy feszült hangulatú vacsorából egyre szórakoztatóbbá az este. És bár párja többször megpróbálja barátjának elmondani az igazat, azok nem hisznek neki, még végül az utolsó pillanatban kiderül az igazság. A Velence Hóban igazi pihentető vígjáték.
és hogy pont most kerül színre, az sem véletlen, mondja Locz Kati, a teátrum igazgatója, hiszen egy jó végjáték jó végszó egy sikeres évadhoz. Ez egy bevált dolog. Tehát jó, jó örömmel. Pláne, hogy májusban már az ember nem a nehéz dolgokra gondol, hanem inkább a nyár irányában kicsit a boldogabb, könnyedebb dolgokat szereti jobban, és nekünk is ez így jobb. És hozzáteszem azt, hogy nyilván, hogy most játszunk pár előadást, de ezt a darabot jövő évadban is fogjuk már ősztől játszani. Ami ebben a darabban érdekes, hogy a külföldiek témájához úgy nyúl hozzá, hogy mindannyian tudunk rajta jól szórakozni. Tehát itt két pár találkozik, és az egyik párból a hölgy, ő nem ismeri a többieket, és mivel nincs kedve az egész találkozáshoz, ezért úgy csinál, mintha nem szólal meg. És ebből a többiek azt gondolják, akik nem ismerték, hogy külföldi. És elkezdik úgy kezelni. Például beszélnek róla a jelenlétében, mintha nem érteni. És a többi. És ilyen élményünk azt hiszem, hogy mindannyiunknak van. Tehát mindannyian voltunk már külföldön, nagyon éreztük már úgy, hogy szellemileg elmaradottnak vagy visszamaradottnak kezelnek minket, mert a nyelvet nem beszélünk jól. És közöttünk is vannak idegenek állandóan, és jót lehet nevetni ezeken a helyzeteken, azt gondolom. A darab rendezője Kilian Klapper színészként már járt a Deutsche Bühne színpadán. Azt mondja, számára az az érdekes ebben a darabban, hogy sokszor fordul elő, hogy valaki mond valamit, és a többiek elhiszik anélkül, hogy meggyőződnének annak igazságtartalmáról. Ma az internet világában pont ez történik. Számtalan hírt hallunk és hiszünk el, miközben ennek sokszor semmi köze a valósághoz. Ez a darab 2003-ban íródott, és pontos tükr a világunknak, mely tele van álhírekkel. Az is érdekes, hogy a darabban Franciaországban járunk, és szó esik Jugoszláviáról, illetve a Balkánról, ahova ők Magyarországot is besorolják. És képek, előítéletek jönnek elő egy országról, egy kultúráról, ahol még sohasem jártak, és amit egyáltalán nem ismernek. Ez egy nagyon tipikus gondolkodás, hiszen számtalan esetben esünk mi is ebbe a csapdába. Új színészt is köszönhet a társulat Tom Baldoff személyében, aki a veszekedős pár férfi tagját alakítja a darabban. Tom sosem járt még Magyarországon, és hosszú ideig filmezett, de szeretett volna újra színházban játszani, és szerette volna megismerni Magyarországot. Így kapóra jött a felkérés. Személyes élményem, hogy pont ezt a helyzetet éltem meg, mint a darabban a párom. Idegennek néztek, bámultak rám és beszéltek rólam a hátam mögött. Nagyon rossz érzés volt, így pontosan átéltem azt, amit a partnerem érezhet a darabban. Ez egy nagyon nehéz helyzet és nehezíti, hogy nem vagyunk jóban a műben. Érdekes színészi feladat, nagyon élvezem. A színház már a következő évad tervein dolgozik. Tovább visszük ezt az előadást, ezt a vígjátékot a Velence Hóban. Tovább fogjuk játszani a Megbetet, mert még az sem tudta kifordni magát igazából. És mindenképpen játsszuk tovább az osztálytermi darabunkat, ott a NET fogságában, ami nagyon pozitív fogadtatást kap. Vannak Mesék a bőrönből produkcióink, amiket szintén játszunk jövőre is, és megrendelésre a verses estünket is játsszuk továbbra is, a Valéria verset világát. A következő évadot egy mesével fogjuk kezdeni. Annak az a címe, hogy a szörnyű öt, vagy a rettenetes öt. Öt csúnya állatról szól. Aztán lesz egy ifjúsági programunk, Robinson és Crusoe címmel a felsőtagozatosoknak és gimnazistáknak, amit iskolákban is tudunk játszani, és színpadon is, tehát ez nem osztálytermi darab, de vándoroltatható darab. És aztán az őszi fél évnek a vígjátéka pedig a Nyolc nő lesz. Nagy tervünk, mondja Locz Kati, hogy a színházat, mint teret és mint művészeti tevékenységet még inkább bevigyük Szekszárd közéletébe. Nagyon pozitív visszajelzéseink vannak a feliratozással, valóban mindenki számára érthetővé válnak a darabok. És nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni a következő évadban a színházi pedagógiára is, mert így lehet nevelni a jövő közönségét. Magyar világ, török világ, azaz a hódoltság kora Dunaföldváron és környékén. Ezzel a címmel nyílt állandó kiállítás Dunaföldváron a Vártoronyban. A leletek a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeumból és az ország több pontjáról kerültek Dunaföldvárra.
Jablonkai Judit az oszmán kor egyik legkedveltebb hangszerén, a fuvolán, vagy ahogy a törökök hívták, neyen játszotta a kiállítás megnyitón a hódoltság török zenéjét. 2007 óta, azaz a vár felújítása óta ez a második állandó kiállítás, mely most a Magyar világ, török világ, azaz a hódoltság kora Dunaföldváron és környékén címet kapta. A város első számú turisztikai célpontja a vár patinás épülete. Ennek a tornyában kapott helyet a kiállítás. Tehát egy olyan helyen áll, amely őrzi az Eszéket Budával összekötő hadiutat, illetve az Alföldet a Dunántúllal összekötő víziutat is, és egy olyan épületnek a helyén, amely a középkorban ugye bencés apátságként funkcionált, és amelyet úgy, mint sok-sok épületet, középkori épületet a török korban átalakítottak. Én azt gondolom, hogy ez a kiállítás nagyon jó helyen. Én így fogalmaztam a megnyitó beszédben, hogy egy autentikus helyen kapott helyet, hiszen egy olyan pontján vagyunk a megyének, ahol nagyon fontos vízi és szárazföldi utak találkoztak, hiszen itt a Dunának egy átkelő helye volt. Itt a Várhegy alatt haladt el a Budát Eszékkel összekötő hadiút, és az oszmán hadak is ezen mozogtak. Nyilván ez is adja ennek a helynek a fontosságát, és magyarázza meg, hogy miért is voltak olyan jelentősek azok a palánkvárak, amelyeket a török, akár mint itt helyben egy bencés monostorból alakított ki, vagy újonnan épített, azért, hogy védje a saját felvonulási útvonalát. Az előző kiállításunk Vakbottyán emlékezete címet viselte, 2009-ben indult útjára, és 2019-ben bontottuk le. A Kuruckort, a Rákóczi szabadságharc történetét dolgozta föl, és úgy gondoltuk, hogy ez alkalommal egy másik nagy történelmi korszakhoz nyúlnánk, és a történelmi előzményekből adódott, hogy ez a török kor legyen, a hódoltság kora, és így esett erre a választás. Nem föltétlen volt jó ötlet, hiszen elég lelet szegény időszakról beszélünk, és bizony nagy feladat volt megtölteni a tereket tartalommal, de úgy gondoljuk, hogy sikerrel lett. A legtöbb lelet a szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeumból került Dunaföldvárra, de fegyvereket kaptak a budapesti hadtörténeti múzeumból, a debreceni déri múzeumból, illetve Miskolcról is kerültek ide kiállított anyagok. Dr. Vizi Márta vezetésével tekintették meg a résztvevők a kiállítást, aki elmondta, a tárlat egy időszallagra felfűzve mutatja be a másfél évszázados török hódoltságot, elnyomást. Török világ, magyar világ kiállítás tulajdonképpen annak a két évszázadnak a történetét mutatja be Dunaföldvárra koncentrálva, illetve Dunaföldvárt a középpontba helyezve, hogy hogyan került török uralom alá ez a terület, majd ugye másfél-két évszázad múlva hogyan szabadulunk föl a török uralom alól, és mi minden van ebben az időszakban. Beleértve azt, hogy Dunaföldváron átalakul a bencés apátság egy török palánkvárra, hogy speciális török építmények jönnek létre itt is és a Dél-Dunántúlon, vagy akár a török hódoltsági területen mindenütt, illetve emellett párhuzamba állítjuk azt, hogy a magyar lakosság hogyan élt ebben az időszakban. Kitérünk a harcaikra, a mindennapjaikra, különbözőségeikre és hasonlóságaikra. Tulajdonképpen ketté választhatjuk a kiállításunkat olyan szempontból, hogy az idővonallal a hunyadiaktól a török aluli felszabadulásig végigkövetjük a legfontosabb eseményeket, illetve a legfontosabb személyeket a magyar történelemben. Ezen ábrázoljuk az emblematikus eseményeket, így a Mohácsi csatától elkezdve mondjuk a Szigetvár ostromán keresztül, attól, hogy a másik két teremben a hadászattal foglalkozunk, hogy milyen volt egy magyar huszár, milyen egy török janicsár, milyen fegyverekkel küzdöttek egymással, bemutatjuk a korszak jelentős építményét, a jellemző építményét, a palánkvárat. A második emeleti teremben pedig a mindennapi létre térünk ki a két
népesség a török és a magyar vonatkozásában. Végnézzük azt, hogy hogyan alakulnak át a magyar települések a hódoltság alatt, milyen speciális építmények, gondolok itt a dzsámi, fürdő, a temetők speciális képére, amellett, hogy különleges számunkra, magyarokra különleges tárgyakat is hoznak magunkkal a törökök, mint talpastálat, porceláncsészét, és mellette pedig a hódoltságban ugyan elpusztult, de magyar település történetén keresztül mutatjuk be, hogy milyen egy keresztény templom, milyen egy magyar ház ebben az időszakban, illetve, hogy milyen használati tárgyaik, használati eszközeik voltak a korszakban. Hári János Mesefesztivál Szekszárdon, május 25-én és 26-án a Szent István téren. Színházi és bámbelőadások, interaktív játszóházak, koncertek, állatsimogató, kézműves foglalkoztatók, fényfestés, ugrálóvárak és sok más színes program. Grimm mesék minden mennyiségben. Részletes program a www.szekszardagora.hu oldalon található. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!